Rossz csillagok járnak, pusztulunk, evődünk. Fagy, rozsda és árvíz. Indulás, kutyák! Mindent elvisz tőlünk. Gyertek ki, szegények, jó szívű polgárok. Megírtam a verset. Csak ezt hallgassátok. Nem kell most aratni, sem pedig kapálni. Ráértek a versem keresztül vizsgálni. És a te becsületes neved, öcsém? Nem írtam hamisat. Az már a kutyáké. Hanem igazságot. Nem tetszik a versem, vegyetek újságot. Nemes Veszprém helységének jövedelmeire nem csak, hogy vigyázok, hanem sem magam, akár titkon, akár nyíltan. Nem vesztegetem, és mások által vesztegettetni nem engedem. Megtudhattok tőlem jó nem. És rossz híreket. Vezényei. Hogy más környékeken mi újság lehet. Van benne életút. Gyilkosság. Rablások. Mind kézre kerültek a rabló zsiványok. Hallottad-e hírét a híres bakonynak? Sötét erdejében legényed bújdosnak. Hogyan is hallhattad? Hisz hallgatott minden. Titkot őriz az öreg fa, száját bezárja a sok mindent látott országút. A csárda romjain szélsüvít, de szavát senki sem érti. Nincsen nekünk semmink, csak ennek a két árvának a kis cókmóki, azt már csak nem beszél tőlük. Hasznos növény mellett. Sokszor nő oldódva, mely még tűzre se jó. Csak úgy áll az útban. S vagy megbotlik benne némely jótét lélek, vagy mérges gőzivel. Nagyon fázom. Kárt tesz a vidéknek. Ilyen országunkban az élősdi betyár, kutyafajta, mivel mindenkor rosszban jár. Ilyenekről szólok most sorai mentében, akiknek a neve régtől ismert lészen. Sobri. Sobri Jóska, akiről beszélek. Így gondoltad, fiam? Így, Mari néni. Mari néninek kezdetben még nehezére esett visszaemlékeznie fiatalságának éveire, de ahogy egyre többet beszélgettünk, ő is egyre jobban belemelegedett a mesélésbe. Bár tudtam, hogy annak, amit édesanyám leírt, volt némi valóság alapja, most elcsodálkoztam, hogy Mari néni történetében is sok olyan esemény és személy szerepelt, melyekről a regényben már olvastam. Mari és Rozi 1836-ban jutottak árvaságra, és ezután szegődtek el a billegi csárdába. Anyám is kislányként veszítette el az édesanyját. 1836-ban Bécsben élt, és már egy éve menyasszony volt, de nem szerette a vőlegényét, akit szigorú apja jelölt ki számára. Nem szerette a császárvárost sem. Sokkal jobban vonzódott édesanyja magyar rokonaihoz. Könyvének harmadik fejezetében írja le, hogyan szökött meg Bécsből. Kezdhetjük, Mari néni. Éhes legény a Sobri. Nagy vitéz a Milfai. Jó strázsa a papandor, de még jobb a mógor. Sobri Jóska a nevem. Milfait vagyon én velem. Körülöttem papandor, előttem jár a mógor.
somogyvári kiserdőben, Sobrióska jó időben, nyírod haja, bőgatyája, sárga sarkantyús csizmája. Sobrióska híres gyerek, paripáján sejem nyereg, egyik vállán a puskája, másik vállán a baltája. Elmegy Sobri vándorolni, az erdőben kóborolni, előbb mégis fosztogatni, úgy akar meggazdagodni. Hol vagy, Etelka? Már indulnunk kellene. Beeilj dich, wir fahren gleich. Micsoda bolond ötlet. Nekivágni ennek a hosszú útnak kísérlet nélkül. Mit fog szólni az édesapja, megtudja. Jaj, Etelka! Jövök már, jövök! Hát az meg minek neked? Minek, minek? Mert a Bakonyon keresztül megyünk, és ott mindenféle haramiák vannak. Vannak ott kanászok, meg betyárok, meg csikósok, meg pandúrok. Van ott valami harami a vezér, valami Sobri nevű. Nem is értem, kisasszonykám, miért kell nekünk most egyáltalán elutazni? Szegény nagyapát olyan rég nem látogattam meg, és nincs semmi, ami Bécsben tartson. Ha vőlegényem elutazott, hát elutazhatok én is, a kedvem tartja. Csak nem fogok itt búslakodva várni rá. Na jöjjön, menjünk! Képzeld, Antónia, mit hallottam az imént a fogadónál, amikor a lovat váltottuk. Azt mesélik, hogy ez a bizonyos Sobri nevezetű haramia vezér megvámolta az utazókat. Borzalmas. A múltkor meg a Keszthelyi úton a pandúrokat szalasztotta meg. Elvett tőlük mindent, pedig lőttek is. De azt mondják, ennek a Sobrinak még a golyó sem árt. A kocsmárosnyi meg azt mesélte, hogy egyik éjjel bement a Himódi Molnárhoz, az meg nem akarta nekik odaadni a pénzt. Na, kapott is tőlük. Úgy elagyabugyálták, hogy egy hétig föl sem bírt kelni. Én nem vonakodnék, ha minket megtámadnának, én odaadnék mindent önként. Csak nehogy valami erőszak esik. Jaj, Etelka! Itt zögykölödünk már két napja, és még ezeket a rémes históriákat is hallgatnom kell. Ha jól emlékszem, nem én akartam Veszprémbe utazni. Most már nem tehetek más, mint hogy imádkozom az én drága Istenemhez, hogy ne essék semmi bajunk. Na, szálljanak le! Fogja ki a lovakat! Nem szégyelik kentek ezt a dolgot! Na tessék, tessék, itt van, amit keresnek. Tessék, vegye csak el. Két védtelen nőtől. Itt az erdőben, persze, nagy legények. A nagypapám Veszprém megy a nyugalmazott főbírája. Hozzá megyünk. Ma délutánra vár minket. Hogy hívják, szép hölgy? Furcsa, hogy maga nem ismer engem. Mindenki ismer a vármegyében. Ezért nyugodtan szoktunk utazni, eddig sohasem ért semmi bántódás minket. És nincs, akik egyedre vigyázzon. Tán csak nem árva. Nem vagyok árva. S őszóta jegyes is vagyok. A szíve is foglalt? Az erszényünket elveheti. Lőhet ránk a pisztollyal. Az ékszereimet is elveheti, de a kisasszony szívéhez már igazán semmi köze. Kicsoda maga, hogy ilyen szemtelen mer lenni. Sobri Jóska. Sobri! Mein Gott! Ön a híres Sobri? Igazán örvendünk, hogy megismerkedhetünk magával. Már hallottuk hírét. No, kisasszonyok. A ma délutánra várják magukat, hát menjenek Isten hírivel. Egy óra járásnyira van ide Veszprém.
Jó utat! Gyalog! Veszprémig! Borzalmas, ezt nem élem túl. Ugyan már. Örül, hogy nem bántottak minket. Sobri. És micsoda csinos legény. Ezt meg kell írnom Pestre Zsuzsanna nénnek, meg Bécsbe is. Mert látom magam előtt, ahogy Zsuzsa néném felolvassa a családnak. Talán még el is álljul a nagy izgalomtól. Noltelka, jössz vagy marad? Hajtsa még a parancsot! Te a... Mit mondtasz, tette? Csinálja! Ezek a lányok teljesen bőri váltak. Nincs semmi baj. Az úton két rablóval találkoztunk, és elkötötték a lovakat. A kocsi ott várakozik az erdőben, és az öreg Bálint bácsi vigyázza. A pátára jövő úton egy órányi rendben. És nem akármilyen rabló volt, hanem maga a híres Sobri. Miféle Sobri? Hát ezek miféle szerzet? És te honnan ismered ezeket a bakonyi haramiákat? Tóni. Éppen most ismerkedtem meg az egyikkel. És azért tudom, hogy híres volt, mert az egész úton az ő tetteiről meséltek a fogadókban, ahol megálltunk. Nagyapa, mikor járt itt legutoljára az utcán? Én már nem járok az utcán, csak templomba megyek. És meg kell, hogy mondjam, ez a rabló igazán gálláns volt. Csak Etelka pénztárcával kellett neki, meg a lovakat kötötte el. Azonnal megírom Zsuzsanna nénémnek Pestre, meg a barátnémnak Bécsbe is. Hát pukkadjanak meg, micsoda jóképű haramiával találkoztam. Gálás meg jóképű. És a jegygyűrűjét kivette el Antónia. Az olyan gálás tett volt. Az a vacak gyűrű. Majd kapok helyette másikat. A fürdő elkészült, gróf úr.
Etelka, talán jobb lesz, ha te mész először fürödni. Nekem meg hozzon hamar egy kendőt, hogy ne fázzak. Rögtön nekilátok a leveleknek. Igen, és hozom. Jó, akkor megyek először fürdeni. Vacak gyűrű. Vőlegényétől kaptam, mit sem számít neki. Azonnal értesítem a szolgabírót. Talán a nyomára jutnak még. Ebben az esőben. Rég elmosta a nyomukat. Jaj, nagypapa, olyan boldog vagyok, hogy végre hazajöttem. Itt sokkal érdekesebb, mint Bécsben. Itt aztán vérfürdőt tehetne egy játékbicska is. Csak aztán Sobri, nehogy rá gondoljon valami vásárfiára a mátkájának. Én nem hinném, hogy itt ennyi ember között lemerészkednek. Csak nem kocsmába akar menni Stettnerre. De meleg van, nem? Tám meg is inna valamit, nem Stettner? Mi van egy gyomra van magának, mi Stettner? Igen. Na menjen. Igyon valamit, de aztán tartsa nyitva a szemét fülét. Én is. Hoztak kegyelmedet. Lehetek az úr szolgálatára valamiben? Böllöni könyvét ígérte nekem. Ja, hogy úgy. Hát... itt van. Persze, hogy félretettem. Én is elolvastam. Hát ez az Amerika, ez valami más világ. Más törvény. 17 krajcár lesz. Tudja, ott még a szavazás is másként van, mint mi nálunk. Ott minden egyes lépik. Ha koldus, ha szerecseny, vagy ha indiánus is, akár... ha úgy gondolja, hát adok én hitelt. Hitelbe is adom. Pillantottam. A New York-i öblöt és Amerika partjait. Remegő érzés fogott el, s dobogott szívem. Ennyi szenvedésnek véget érni, így messze reményt, így hosszas és meleg vágyás teljesedve látni, igen, elborító öröm volt. Messzi világ. Más valamivel szolgálhatnék? Ólom van-e? Aztán pandúrokat látott errefele? Én? Nem.
Mind ott ögyelnek a piac téren, a fránya kutyák. 20 kreutzer lesz. Azt is. Nagyon fog magának örülni a szolgabíró úr. Kevés olyan rendes ember van, mint maga. Én mondani fogom a szolgabíró úrnak. Az emberek nem értik meg, hogy a közbátorság szempontjából mennyire fontos az, hogy együttműködjenek velünk, és hogy jelentsék a gyanús jellegű egyének mozgását. Hát a korcsmárosok azok meg egyenesen cimborálnak a haramiákkal. Rejtegetik őket. Nem vagyok én olyan ember, kérem. De úgyis cimborálnak velük, hanem nagyon is félek tőlük. Hát ugye meg tudják, hogy itt voltam maguknál. És tehát ne radd nagyon. Jöjjön, mert megyünk. Mit nem felejt el, ugye, a jutalmat. Persze. Na, maradjon itt, itt marad. Ahogy megbeszéltük, itt marad, vagy szólok, jó? Addig itt marad. Ja. Mindent úgy csinál, ahogy mondtam. Ja. Értető? Értettem. Szűcs! Végre valami eredmény, Stettner. Ügyesen felhajtotta ezt a kocsmárost. Na, jöjjön. Igyék egyet. Jöjjön már. Szilvúrium orvosság, ha nagy. Higgyon csak. Nem, köszönöm. Stettner. Igyék. Mondja csak, milyen korúnak véli maga ezt a Sobrit? Én 40-esnek gondolnám. 40-esnek? Nem hinném, hogy fiatal. 40-es. De hát Toldor, aki gróf azt mondta, hogy valami fiatal, szép legény nevezte magát Sobrinak. Aki kirabolta az unokáját. Na, mindegy. Hívja be azt a kocsmárost. Járjunk a végére. Nincs! Jöjjön be! Tekintetes úr. Üljön le. Na, Szűcs, akkor beszélgessünk. A maga csárdájába bejár az a haramia, és nekem ezt a hadnagyúrtól kell megtudnom. Azt meg sem kérdezem, hogy mióta eteti, itatja ezt az útonállót. Mert a tömlöc fenekén találná magát egy életet. Etetem, itatom. Csak egyet kérdezek Kentől.
Miért nem jelentette? Elveszi az, ami magának kell, meg a büdös cimboráinak. A fogadott lányaimmal játszadozik, mindédig. Farkaskölyök az. Megül a főjelente. Rossz sebet kölyök! Kipróbált vén zsivány! Megöl így is, meg úgy is! Megöl az mindenkit, aki bejelenti őket. Nem emberek azok. Uh-huh. És most? Most meg miért jött ide? Megölhetik, ha hazamegy. Most nem. Most az orvoshoz jöttem, azt mondtam a lányaimnak. Egész héten betegeskedtem, nem kell túlságosan magyarázni. És mi baja van Kennek? Nem is tudom, annyira meg vagyok zavarodva. A hátam meg a derekam sajog. Meg rakoncátlankodnak a beleim. Szeles vagyok. Meg nagyon égnek a beleim. Mindentől, még az aludtejtől is. De legfőképp ettől a sobritót csináljon már valamit, tekintetes uram, mert én fölkötöm magam. Adok én magának még egy utolsó lehetőséget, mielőtt fölkötné magát. Oda küldöm egy emberemet, maga pedig bekvártéjozza, mint szolgát, megértette? Nincsen nekem arra pénzem, hogy még egy embert etessek. Itt van egy kis előleg a jutalomból. Biztos, hogy ott van a kastélyben a pénz. Jóska azt mondja, egész ládával találunk ott. Honnan tudja azt a Jóska? Kacor meg a Flórián hallották a veszprémi vásárba, hogy a Kónyi uradalmi kasznár most adta el a búzát. Ott van az egész a kastélyben. Csak érte kell menni mi hamarabb. Csak érte kell menni, pajtás. Aztán majd csak úgy adagyák szépszerivel. Akkor mi minek öntjük itt a golyót? Hogy legyen mivel nyúra lovöldözni. Amire én a késemet fenem. Hogy legyen mivel nyúlat megnyúznod. Csak a biztonság kedvéért. Érti a Jóska a dolgát. Majd olyan ügyesen ütünk rajtuk, hogy riadalmukban rögvest odaadnak mindent. Nem igen kell majd erőszakoskodni vagy vértontani. Azt már meg kell hagyni. Jóskanak van össze? Úgy kifundálja rablás módja, hogy minél hamarabb megkaparintjuk a pénzt, és már úgyis el is tontunk az erdőbe. 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 Az Amerika törvénye azt állítja, hogy minden ember egyforma jussokkal és egyformán becsületesnek születik. Az amerikai polícia azt teszi fel, hogy az utazóknak nagyobb része becsületes emberekből áll, személyes szabadságok megbántása lenne őket mindnyájon azon sértő szabályok alá vetni, melyek csak egy némely rossz emberért találtattak fel. Amerikában minden ember szabadon bémehetsz, kijöhet, mikor tetszik. Ott járhat és mulathat, ott lakhatik, ahol tetszik, anélkül, hogy valaha nevét is kérdezné valaki hivatalosan. Hát mi is ott mulathatunk, ahol nekünk a legjobban tetszik. A billegi csárdában. És nem kérdezi tőlünk a nevünket soha senki. De azért én is szívesebben laknék odahaza, édesapám házába, mint odakint a barlangban. Amerikában másként van. Ott egyforma jussokkal és becsületesen élhet mindenki, aki úgy dolgozik. Én miután megjártam a börtönt, letöltöttem a büntetésemet, és becsületes útra tértem. Dolgoztam, nem ártottam senkinek. Mégis rám fogták a Csanaki Kovács kirablását. Újra becsuktak. Pedig ártatlan voltam benne. Amerikában ilyen nincsen. El is kéne oda menni. Ezt neked hoztam, Rozi. Ha elfogadod.
Ha nekem hoztad, elfogadom. És én? Nekem mit mond? Csak a Rozi a maga mindene, Sobri. Hisz egyformák vagyunk, mint két tojás. Nézd, milyen szép gyűrűt kaptam. Hát ezt meg honnan szedte? Két bécsi úri kisasszony sarcoltunk meg a pápai úton. Szépen ideadták minden pénzüket, na meg ezt a kis gyűrűt is. Csinosak voltak? Fele olyan szépek se voltak, mint ti. Szerinted is? Hát azért ez a szőke kisasszony igencsak szemre való volt. Micsoda? Na jó, azért ti még szebbek vagytok. Ezt meg ne próbálja még egyszer. Nem megmondtam, hogy meg ne próbálja még egyszer. Rendben van a kalóak? Rendben, Jóska. Mind fel van nyergelve. A ballangba gyere majd a fizetségedért. Fogd meg, Mari, ezt a haramiát! Hey! Oh! Vigyázzon magára! Gyere, Peti, válaszolhat magadnak. Indulunk! Na, aztán már az is biztos. Mindig olyan szépen kéri meg az embereket, hogy adják oda, amiük van. Soha senkinek nem jut eszébe engedetlenkedni. Biztos azzal a ne felejts kék szemével babonáz meg mindenkit. Na, gyerünk. Indulunk, Milfajt. Induljunk. Megjött Görhes a lovakkal. Mi napnyugat felől érkezünk, és hátulról jövünk majd. Te a falu felől gyere. Mi megkötözzük a béreseket, mire odaértek. A fegyverekkel óvatosan. Felkó! Hívja vissza a papjaskátket! A testvérét, a papjancsot. A szolgabíró hótra vesz őszerte. Vigyázz, mit beszélsz. Bajtozol rám meg a többiekre. Ne feledd a fogadalmadat. Soha sehol senkinek nem mondjuk el a régi nevét. Az öcsét sem. Értetted, ugye? Az öccse volt, aki meghalt? Egészen bizonyos. A saját szememmel láttam. Ismerem már kölökkora óta, a szomszéd faluban lakott. Ennyit kapott, hogy belehalt. 200 vessző volt az ítélet. De én mondom, az a szolgabíró nem volt ember, hanem maga az ördög. 200 veszőnél az a szerencsétlen jóval többet kaphatott. A szolgabíró meg csak üvöltött, hogy üssétek, üssétek. A végén meg már ő is ütötte a saját kezivel, hogy ott tögölt volna meg. Majd én megmondom neki. De nem most. Gyerünk! Antónia kisasszony. Igazán nagy lélek jelenlétre való, hogy ilyen higgadtan beszélgettek a haramiákkal, és nem álljultak el az ijegységtől. Mit képzel rólam, gróf? Hogy én elájulnék? Nem ijedek meg én semmitől. Sőt, nagyon izgalmasnak találtam az esetet, végre történt velünk valami említésre méltó. Bécsben már majd meghaltunk a nagy unalomtól. Csak hogy, kisasszony, nem mindenki tűri ilyen jól a kalandokat, mint önök. Nagyon sok utazót kirabolt már ez a banda a Bakonyban. Ezt nem lehet tovább tűrni. Ezért is vagyok nagyon hálás kedves nagyapjának, hogy anyagiakkal támogat minket ebben a vadászatban. Csak jól szervezetten lehet fellépni ez ellen, a kacabetyár ellen. Módszeresen kell átfésülni az erdőt. Úgy van. Nagyon helyesen mondta, gróf úr, nagyon helyesen. Én bizony nem szeretnék még egyszer találkozni ezzel a Sobrival. Nem? Ej, Etelka, hisz nem bántott téged sem. Nagyon illedelmesen viselkedett. Kedves gróf, mondja csak, nem lovagolhatok ki magukkal, amikor keresni indulnak ezt a Sobrit? Mein Gott, Antónia! Keresni? Én vadászatot mondtam, kisasszony, és nem véletlenül mondtam. Ha rájuk találunk,
akkor ott ropogni fognak a fegyverek. Nem hölgyeknek való sétalovaglás lesz. No, de csak nem lőnek úgy egy emberre, mint egy vaddisznóra. Ha egy erdőben kódorgó, gyanús egyén felszólításra nem áll meg, akkor bizony belelövünk. De csak a lábába. Aztán visszük a rögtönítélő bíróság elé. Kellemes vacsorálás. Megmondtam, hol van a pénz. Könyörgöm, ne üljenek meg. Minek ölnénk meg? Nincs nálad fegyver. Mi csak az ingóságokat hamarjában összeszedjük, és utána nem is zavarjuk önöket az estevédben tovább. Csak arra kérném meg önöket, hogy az ékszereiket legyenek kedvesek letenni az asztalra. Ez meg ott van abban a ládában. Kik vagytok ti? Miféle aljas rablók kaptak a gyárról? Nekem mindegy. Hívja, hogy akarsz, dezentornak, duhajnak. De a rablók itt vannak. Ez csak körül. Letérdeni! Imádkozz! Azt mondtam, imádkozz! Hogy ne nyúljak hozzád. Ezüstös csövű pisztolyát. A kebelemhez szorította. És így szólt. Kisasszonyom, adja ide a bukszáját, és nem esik semmi bántódása. Milyen a szemébe néztem. Sötétlő kék szemeiben láttam a szenvedést. Jóságos szemei voltak. És mégis betyárkodni kényszerült. Az erdőben, esőben, viharban. Teljesen megvagonázott. Ne
Hányan voltak? Na, beszélj már a keservit. Nem tudom, gróf úr. Hát többen voltak. Volt köztük fiatal is, meg idősebb is. Hát sokan voltak. Kint is, bent is, meg mindenhol. Milyen korú lehet ez a sobri? Hát a fene tudja, hogy melyik volt közülük a sobri. Az egyik, na azt olyan 40 körülnek gondolom, olyan nagy darab, fekete szakállas, erős ember. A másik az meg fiatalabb, olyan gyerekképű. Hát csak Kennek szólították. Olyan egyformán voltak öltözve. Na, akkor melyik volt az? Hát nem kérdeztük. Ők meg nem mondták, csak a pénzt kérdezték. De talán az öregebb, hát attól jobban féltem. A szemem közé nyomta azt a nagy pisztolyt, és le akart lőni. Ha az a másik nincs ott, hát már régen halott ember vagyok. Hadnagy! Igenis. A szolgabíró hol van? Hát a billegi csárnál. Hát össze-vissza beszélnek ezek. Lehet, hogy mégis magának lesz igaza, hogy ez a sobri olyan 45 körül járhat. Jó megtermett, fekete bajusz, szakál, erőszakos. Ide figyeljen. Mondja meg az embereinek, hogy 50 arany jutalmat kap, aki élve vagy holtan elibén hozza. 50. 50. 50. Igenis. Adj Isten, cigányok! Adj Isten! Adj Isten! Flória, papírokat. Itt vigyétek el a Rufus fájához, ahol először találkoztunk. Annak az odvában rejtsétek el. Aztán vigyázzatok, hogy senki ne lásson benneteket. Köszönöm. Vigyétek vissza a lovakat Görheshez! Kacor és Flórián is veletek mennek. Na, gyerünk! Ez az én csárdám. Jó reggelt, Szűcs uram. De jó, hogy megjött. Jaj, meg ezek az én lánykáim. Gyere, majd hozzunk reggel. Rozi, Mari. Hoztam segítséget. Már előbb meg kellett volna tennem, akkor talán a derekam is jobb lenne. Ez itt Balázs. Korcsmáros volt, de tönkrement. Ijesztő egy ember. Nekem nem tetszik. Ő fog segíteni itt, nekem meg még úgy sem. Terek, meg nem gyógyul. Menj reggeli után, állítsd át a kútgémet, nehogy lejöjjenek. Na, üljetek le, leánykáim. Balázs uram, maga is. Hoztam nektek vásárfiát. Ezt a kendőt Rozikának. Én vagyok a Rozi. Persze. Ezt a szép sejem kendőt. Voltak vendégek? Uh-uh. És az a sobri, meg a cimborái. És én? Nekem nem jutott semmi abból a fene nagy vásárból. Hát kendő nem volt más. Csak ez a másik. Hiszen ez gyönyörű. Köszönjük szépen.
nézem le a lovakat. Szép ez a pisztoly. Mennyiért adod oda nekem? Az. Megyek. Leváltom kalarábit az helyen. Na, én is indulok vissza a faluba. Hosszú az út, csak kerülővel lehet menni. Már idefele is vigyáztam. Vadászok, meg pandúrok járják az egész Bakonyt. Mirfajt? A te fejedre 100 aranytallért tűztek ki. Miért épp az enyémre? Nem fér a fejükbe, hogy Sobri Jóska egy gyereklegény lehessen. Azt gondolják, te vagy az. Üzen Jóska, szükséged lesz rá. Üzenni fogok. Aztán óvatos légy. Na, Kalarábi, hogy áll a kútgém oda lent? Hát, egyszer fent, egyszer lent. Most akkor lent volt a kolonca, vagy fent? Nem éppen azt mondom. Lefeljárunk. Ennek csak két üzenete lehet. Vagy azt jelzik a te barátnéid, hogy kibe futkosnak lenne a pandúrok, vagy csak azt, hogy vizet húznak a kútról. Tudom, te nem bízol azokban a jelekben, Mirfajt. De ezek a lányok. Az életüket adnák érted? Igen. Lehetséges. Csak hogy ez kevés. Ezzel nem menthetik meg az irhádat. Hanem csak azzal, hogy öröktől folyvást figyelnek. És egyszer sem tévesztik el. Ez a nehéz, fiam. Ezek a lányok még nagyon fiatalok. És a fiatalság szertelenség. Ezért én vakon nem bíznék azokban a jelekben. Akkor te miben bízol, Mirfaj? Abban, hogy hamarosan annyi pénzt gyűjtek, hogy elmehetek innen. Elmennél a Bakonyból? Amerikába. Amerikába? Aztán hol van az az Amerika? Sok-sok ország alarrébb. Aztán meg át kell menni egy nagy tengeren. Napokig tart a hajót, amíg az ember átél. Ezt olvasni ebben a könyvben, hogy ott csendben és rendesen lehet élni. Címe? Utazás Észak-Amerikában. Ott az a törvény, hogy minden ember egyforma jogokkal születik. Szabadon jöhet, mehet mindenki. Ott lakhatik, ahol akar. Nem kell tartani a pandúroktól. Azok se zavarják. Nagyon nagy ország az. Na, ilyen ország csak ugyan létezne. Hát ott mindenki rabló lenne, meg utonálló. Aztán miért volna az? Mert ahol az a törvény, hogy nincsenek pandúrok. Ott nincs is törvény. Ki mondta, hogy ott nincsenek pandúrok? Ugyan már. Hogyha vannak, hogyan járhatnál szabadon, bátyám? Meg hogy ennek kérdeznék meg, hogy hová megy, meg hogy miért? Hát nem épp azt papolom, te értetlen! Azért vagy szabad, mert ott az a törvény. És ezt a pandúroknak is be kell tartani. Ez olyan beszéd, mint a bolond jegyző keresztapámé, aki meg azt olvasta egy könyvbe, hogy Afrikában létezik egy patás állat, amelyiknek orrán van a szarva. Meg olyan is, amelyiknek a nyaka fölére jegenye csúcsáig. Nekem meg 7 fejem van, az sárkány vagyok. Nem kell mindent elhinni, amit a könyvekbe írnak. Ágoston azt mondja, egy ideje fent van a Gém hegye. Lemegyünk a sárdába, Jóska? Te mit mondasz, Mirfajt? Lemehetünk? Csak induljatok. Jövök én is nem sokára. Komolyan gondolod, hogy
el lehetne innen jutni Amerikába. És hogy ott boldogabb életet élhetünk. Kirabolhatnánk még előbb a vármegyei Spányát, lesz ott pénz elég, aztán meg a püspöki palotát, ha ügyesek vagyunk. Mert ahova én el akarok utazni, oda sok pénz kell. De sikerülhet. És ott valóban új életet kezdhetek Rozival. Én azt gondolom, igen. Egyszerűbb, rendesebb életet. Elolvasom ezt a könyvet. Ha meggyőz róla, hogy van számomra esély, hogy rendes életet éljek, akkor igen, veled megyek még fajt. Te tudsz olvasni? Az írci börtönben megtanított rá a porkolábni. Na gyere, menjünk a többiek után. Igen, csak megéheztem. Várj csak, Jóska. Fontos dolgot kell közölnem veled. Mi az, no? Egy fiatal legényt halálra veszőztek a katonák. Dezertőr volt és elkapták. Az öcséd volt az Jóska. Honnan hallottad? Vigyerés lent járt a város szélen, ő látta. 200 veszőre ítélték. Szolgabíró parancsára a laktanyudvaron azon nyomban végrehajtották. De annak a kutyának nem volt elég. Addig futtatta, amíg bele nem volt. Várj, a város tele van kopókkal! Várj, Jóska! Lemész, téged ölnek meg. Találkozunk még velük az erdőn. Akkor majd bosszút eladsz. Ejhaj, Sobri pajtás! Miként tetszik a vándorlás? Nekem nagyon nem jól tetszik, mert az öcsém halva fekszik. Ejhaj, sobor alatt! Jaj, de szépen szól a harang! Azért szól az olyan szépen, hogy a szívem megrepedjen. Van neked testvéred, fiam? Nincsen, Mari néni. Folytathatjuk. Most inkább ne. Majd egy kicsit később.